Szépen körvonalazódik a Malomtó szélen épülő új futókörnyomvonala. A gépek tegnap délután is folyamatosan dolgoztak, hogy néhány héten belül elkészülhessen a 805 méter hosszú futókör. A műszaki rajzon jól látható, hogyan alakítják ki a pályát, melyre a város 27,5 millió forint kormányzati támogatást nyert. Korábban felmerültek olyan kérdések, hogy kell-e ez a futókör egyáltalán, de nekem szent meggyőződésem, hogy nem csak a környékbelieknek, hanem a ceglédieknek is kell, hiszen nagyon zsúfolt már a kinti futókör, és sokan panaszkodnak, hogy bizony nem érik el olyan könnyen, mint a város belsejében épülő leendő futókör. Sokan futnak a városban, fiatalok és idősebbek is napi szinten hódolnak az egyik legegészségesebb mozgásformának. Az új pályát néhány centivel megemelik, mondta a körzet önkormányzati képviselője. Dr. Ferenci Norbert hozzátette, úgy alakítják ki a futókört, hogy egy-egy nagyobb esőzéskor se okozzon problémát a vizesedés. Közszájon forogtak olyan rémhírek a szomszédos dzsúdócsarnokkal kapcsolatban is, hogy a vizes talaj miatt megsüllyed. Hát nincs ilyen probléma a dzsúdócsarnoknál. Sincs ilyen, de itt is ki kell zárni azt, hogy a nedves talaj bármit okozzon, de ma ez csak technológia kérdése, ami természetesen rendelkezésre áll, nem lesz vele probléma. A körzet önkormányzati képviselője az új kutyafuttatóról is beszélt. Dr. Ferenci Norbert az alpolgármesterrel Hegedűs Ágotával, a Várva Kft. Ügyvezetőjével Mótyán Krisztiánnal és Pap György kutyakiképzővel járták be a Malomtó szélen a területet, hogy a legjobb, minden igénynek és előírásnak megfelelő helyet válasszanak a kutyások számára, ahol négylábú kedvenceikkel szabadon tölthetik az időt. Természetesen kutyafuttató elkerített, sőt, egy vízelvezető csatorna is elválasztja majd a futópályától, tehát kutyáknak és futóknak itt sem tanácsos majd keveredniük, de ezt a kerítés sem fogja engedni. Ugye kint is sok probléma van a kutyusok és a futók együtt használatából, azért is csináljuk, hogy ott egy kicsit szabadidőközpont jellegűbbé válhasson a terület, és aki magányosan szeretne futni kint itt a Malomtó szélen, annak is legyen lehetősége ide kijönni. A Malomtó szélen tehát kutyafuttató és futókör is lesz, és mint a képviselő mondta, hamarosan a Vörösmarty téren is elkezdődhet a 400 méter hosszú futópálya építése.